Szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit ma este Debrecenben. A zennek nagyon sok szép oldala van. Az egyik az a négy alapelv, amely kiránt minket a fogalmak útvesztőjéből. Ezek közül az első így szól, ne támaszkodj az írásokra. Olvashatsz, amennyit szeretnél, művelődj, amíg úgy érzed, hogy ez segít, és egy idő után rájössz, hogy akármennyit foglalkozol a szútrákkal, az értekezésekkel, a könyvekkel, amíg nem indulsz el a tapasztalat útján, addig csak elméletben gondolkodtál. Miért fontos ez? Európa 2000 vagy még annál is több éve egy logosz alapú világban él, és ezt a logoszt helytelenül csak az írott vagy kimondott szóval, a fogalmisággal azonosítja. És ennek a bűvkörében élünk, mintha egy kijelentésben, szóbeliségben lehetne a lényeget nyakon csípni. Ezt próbáljuk meg szenvedélyesen, a betegségig vágyva a lényegre nyakon csípni valamiféle kijelentésben, és amikor azt hallod a szívszútra végén, hogy gáté, gáté, para, gáté, parasam, gáté, bódhiszvaha, az a nem fogalmiba való átjutást, a felébredett, ebben a pillanatban való tiszta jelenlétet célozza. A második ilyen alapelv az az ember tudatára való közvetlen irányulás. Nem kellenek sem szimbólumok, sem rendszerek, sem intellektuális vagy egyéb felépítmények, közvetlenül kérdez rá magadra, hogy mi ez. Mi az, ami benned most lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik. Mi ez? És a harmadik az az, hogy a megvilágosodás, a felébredés egyenlő igazi önvalónk megtapasztalásával, sem több, sem kevesebb. Ahogy nyugaton a teológia kidolgozott számtalan Isten ismeretet, Isten eszmét, úgy keleten a megvilágosodás definíció is fantasztikusan sokan vannak. És mégis, ha le akarom egyszerűsíteni, igazi önvalód megtapasztalása a felébredés. Ennek az útjában csak azok a hamis önképek állnak, amelyeket sokféle szútra, például a szívszútra is eltesz az útból, ha te ezt hagyod. Ezért is recitálják annyiszor, ezért is fordítottuk le magyarra, ezért is gyakoroljuk mi is a templomban napjában többször, több nyelven. A negyedik pedig, ugye tudattól tudatig való közvetlen átadás. Tehát részt vehetsz te bármilyen ceremónián, kaphatsz te bármilyen nevetés címet, különböző alakú zenbotot és különböző fazonú ruhát. Ha nincs meg a mester és tanítvány közötti tudattól tudatig történő átadás, akkor ez pusztán csak egy üres ceremónia, ami tartalmatlant jelent ebben az esetben. Úgyhogy, ha nem érted a szútrát, semmi baj. Ha érted a szútrát, azzal sincs semmi baj. De ha nem látsz tisztán, nem hallasz tisztán, nem éled meg ezt a pillanatot tisztán, akkor valami törés van közted és a világ között, közted és a másik ember között. És ezt a törést szeretnénk megszüntetni. Ezt a kínos dualitást szeretnénk felszámolni. Ezt a lélektől lélekig való utat szeretnénk bejárni. És az egyévált tudat, a letisztult, jelenlévő tudat, az pontosan ezt a távolságot hidalja át. Pontosan ezt az egyévállást élheted át. És azért kell annyit dolgozni, gyakorolni, énekelni, ülni, leborulni, hogy ezt a dualitást, azt a fajta szokások által teremtett dualitást, amit élünk és nagy és szenvedésként élünk meg, ezt meg tudjuk haladni. Elvenni nem tudod. Tehát ez a világ mindig is fekete, fehér, jó, rossz és egyéb elemekből fog fölépülni, mert 7,3 milliárd ember ilyennek teremti. Ezt nem fogod tudni megváltoztatni, de magadat igen. A saját szemléletmódodat igen. A saját hozzáállásodat igen. A tisztánlátásod minősége fogja a világélményedet eldönteni. Az önismereted és a magaddal való tisztában lét fogja az emberi kapcsolataid minőségét meghatározni. Így már egy kicsit praktikusabb a szútrák tanulmányozása is, gondolom, meg a meditáció gyakorlása is.
Úgyhogy, ha ebben tudok bárkinek segíteni a kérdései megválaszolásával, akkor bátran tegyétek fel. A Szívszutrával kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy mi a jelentősége annak, hogy koreaiul is énekeljük? Az, hogy csatlakozunk a hagyomány energetikájához a nyelv szintjén is. Tehát nem csak a ruháit viseljük néhányan, nem csak a szobrokat, a meditációs technikát, az egyebeket vállaljuk föl, hanem a kimondott szóval csatlakozunk több 10 millió ember több száz évnyi erőfeszítéséhez, úgy, hogy közben magunknak is megteremtjük a fordítással együtt. A megérzésekkel kapcsolatban, hogy a zennek van-e valami idézőjelben viszonyulása a megérzésekhez, illetve hogyha megint idézőjelben elismeri ezeknek a létét, honnan lehet azt tudni, hogy amikor én azt gondolom, hogy valamit megérzek, tehát mondjuk így ilyen hatodik érzék által, az valós megérzés, vagy pedig az én tudatom teremtett vágyakból, félelmekből valamilyen misztifikált képet az agyamban? Gyönyörű kérdést kaptunk, hölgyeim és uraim, és ehhez kell rengeteg gyakorlat, hogy pontosan abból a nem dualisztikus, intuitív forrásból, tehát innen jöjjön az az impulzus, a tudatod tiszta, torzítatlan, csorbítatlan tükréből, és nem pedig a szokásod szépen, rétegesen lerakott elemeiből. Honnan tudod, hogy megvárod az eredményt? Türelmesen, szépen figyeled az eredményt, hogy valójában mi történik a megérzés és a világ között, és ezt megfigyeled. Tehát a megfigyelés által, és az, hogy kíméletlenül őszinte vagy magaddal szemben, és nem kicsikét módosítod 2/B variánsra, hogy majd csak úgy, hát én valójában azt tényleg úgy éreztem, de hát, ugye? Hát, tehát ezt nem játsszuk el. Az öncsalásnak nagyon sokféle változata van, és ez az egyik. Tehát, hogy nem akarunk magunk előtt hibázni, mások előtt még annyira sem. Tehát az első az, hogy az ember feltesz egy kérdést, és az életének az egy fontos része, probléma, meg akarja oldani, és a többi, és a többi. Ezzel eljut egy bizonyos szellemi minőségig. És ez aztán elkezd spontán, önműködő módon, de általad mindig is átlátott és uralt módon segíteni. Ezt azért mondom, mert nem kis zen robotokat képzünk az agyban, hogy az majd szépen dobja ki a megoldásokat. De van egy spontán, intuitív ugye, tudat, amelynek, hogyha hagyod, a működéssel mindig egyaránt segít rajtad és másokon. Tehát honnan tudod, hogy ezt nem te gyártottad le, hanem az valójában úgy van? Többféle alapelv van. Az első, hogy nincs kétség. Nem lovalod bele magad érzelmekkel, gondolatokkal, nem akaratlagos az egész. Tehát nem egy gondolati folyamat vagy érzelmi folyamat eredménye az a tűszúrásszerű impulzus, ami tényleg igaz. Látszólag előtte semmi nincs, és látszólag utána sincs semmi. És látszólag a semmiből jött elő. De hogyha az ürességet, a semmit a keleti értelemben szeretnénk kicsikét meglátni, akkor tudjuk azt, hogy a sunyatá, ez a fogalom, ez jelentett egyszerre teli ürességet, vagy üres teljességet. Tehát a keleti gondolkodásmód nem úgy feltételezte a semmit, mint a vákumot, a nihilt, a nullát, elnézést a matekosoktól. Tehát nem így gondolta el, hanem minden jelenség forrásaként. Tehát a gondolkodás előtti tudat az is tudatosság. Csak nincs benne gondolat. És ebből a gondolkodás előtti tiszta tudatból származnak ezek a primér impulzusok, intuitív szikrák, amelyeket nagyrészt nem hallunk meg, nem látunk meg belülről, mert a saját zajunk, a gondolati, érzelmi és egyéb érzékszervi zajunk ezt elnyomja. És amikor a tudat tisztaságáról beszélünk, az nem valami öncélú, önostorozó mozdulat. Az azt jelenti, hogy hánzd le magadról a hamis identitásokat, hánzd le magadról a tévképzeteket, az illúziókat, és érd el a tudatnak azt a primér, nem dualisztikus, éntelen részét, vagy éppen rétegét. Ezek mind rossz szavak, csak valahogy érzékeltetnem kell.
ahonnan ezek az elsődleges, tiszta, kreatív emberi, tehát ezek a jó minőségű impulzusok származnak. Valójában, amikor a boldogságot, szeretetet, egységtudatot és egyebeket keressük, pont ezt a minőséget keressük, csak már rögtön lefordítjuk valami származékra. És ez a lefordítás az, ami elveszíti az eredetit. Tehát ha azt kérnénk az emberektől, akik kielégülésre, gazdagságra, boldogságra, egyebekre vágynak, hogy legyenek szívesek megnézni ezeknek a minőségeknek a forrását, hogy ezek honnan jönnek, és próbálják meg ezt a forrást elérni, ahelyett, hogy ezeket a minőségeket szeretnék materiális vagy érzékszervi alapon elsajátítani. Meg lennének döbbenve. Mert ezeket a dolgokat a maguk teljességében, a maguk megnyilvánult minőségében nem tudod megfogni, nem tudod definiálni. Most mondja meg valaki, hogy mi a szeretet, ami a másiknak is ugyanaz. A harmadiknak is, a negyediknek is, ugyanez a boldogsággal, ugyanez a gazdagsággal, ugyanez bármivel, amit ideálként fogunk föl. Tehát keressük az abszolútot egy olyan helyzetben, amikor minden jelenség relatív. Úgyhogy ezért nagyon fontos leásni a tudat legmélyére, ahogy a hatodik pátriárka is mondta, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? És ezért dolgozik a zen kérdésekkel, mert a kérdés kinyitja a tudatot. A definíciók lezárják. A gondolkodás felaprózza fogalmakra, a gondolkodás előtti tudat megtartja egyben, tisztán, mint a tér, tisztán, mint a tükör. Ha tényleg nagyon tiszta, akkor ezek az intuitív pillanatok is tiszták és használhatók. Ha nem, akkor csak a saját zajunkat sokszoroztuk meg a lelkünk odvaiban, ahol visszhangzik a kétségbeesés. Milyen segítséget meg ki tud abba adni, hogy a valódi arcomat, valódi tudatomat a sok állarc közül kiválasszam? Az elsődleges segítség te magad vagy. Én képes vagyok magamat becsapni. Igen, ezért kell a külső segítség is. Az elsődleges segítség az, hogy elismerted, hogy becsapod magadat. Ez már a magunkkal való őszintességnek egy komoly fokozata, mert az emberek nagy része saját önvédelmi reflexeit követve nem ismeri be egy bizonyos fokon túl, hogy öncsalásban él, hogy illúziókban él, hogy hamis azonossággal él. Miért? Mert mivel nagy részünk ezt teszi, ezért egy nagyon-nagyon komoly komfortzónából kellene kilépni, hogyha ezt elismernénk. De mégis az önmagaddal való őszintesség a legfontosabb mozdulat itt. És világos, hogy egyedül nem tudod megoldani. Világos, hogy ez csak a kezdet. És kellenek olyan eszközök, amit mondjuk, ha summázni szeretnék, akkor a Buddha Dharma Sangha a tanító, tanítás, tanítványi közösség hármasságában tudok megfogalmazni. Tehát kell egy külső tanító ahhoz, hogy a belső tanítód letisztuljon. Kell egy külső megfogalmazott tanítás azért, hogy a lelked belső törvényszerűségei nyilvánvalóvá váljanak. És kell egy tanítványi közösség ahhoz, hogy átéld az emberi lény társas mi voltát, és a saját magad kapcsolatait is egy kicsit tud rendezni kívül a világban. Az elsődleges segítség mégis az a saját belső tapasztalat, ami elvezet oda, hogy őszintén csatlakozni tudsz egy tanítványi közösséghez, hogy meghallod a tanítást és megpróbálod megfogadni, felnőni hozzá, és hogy egy bizalmi viszony fűz egy tanítóhoz, és nem csak az, hogy na mit tud nekem adni, amit én elviszek magammal. Tehát nagyon sokszor van még ez. Ez a közelítés, ez az utolsó mondat által félmélyezett közelítés, ez még nem szenvedett eleget. Tehát még használni akarja a tanítót. Még el akarja sajátítani a tanítást. Még dominálni akar egy adott tanítványi közösségben, hogy majd én. Na, amíg ez a majd én nem bukik, addig a tanítás nagyon-nagyon nem megy mélyre. És aki már eleget hibázott, aki eleget szenvedett, aki már egy kicsit az élet sötétebbik oldalát is megtapasztalta, annak már ez másképp szól. Annak már lehet segíteni. Tehát mennyi szenvedés kell ahhoz, hogy kinyílj? Mikor teszed félre az arrogáns, öncélú gondolkodásodat, az elsajátító, birtokló és egyéb érzelemvilágodat? Mennyi kell? Hol az elég? És akkor lehet igazából segítséget kapni, amikor már belül az ember nem védi magát ez ellen a segítség ellen.
Úgyhogy a gyakorlásra meg kell érni. Főleg egy olyan ösvény, egy olyan féle iskola esetében, ahol nagyon világosan megszabadulás és felébredés irányú az iskola, a szellemi erőfeszítés, és nem pedig valaminek az elsajátítására való materiális vagy spirituálisan materiális irányzat. Vagy nem pedig egy olyan önfejlesztő mozdulat, hogy receptet kapsz, hogy hogyan legyél gazdagabb, szebb, jobb, hosszabb életű, stb. Stb. Úgyhogy amikor arról van szó, hogy legyünk tisztában önmagunkkal, érjük el igazi önvalónkat, segítsünk másokon, magunkon, ezen a világon egyaránt, ezek nem szellemi általánosságok. Ez egy olyan irányvétel, amely így megkülönbözteti magát azoktól az anyagi és érzékszervi irányultságoktól, amelyek nem a megszabadulásra, hanem valami konkrét állapot elérésére, valamilyen létállapot, tudatállapot elérésére tesztek kísérletet, gondolván, hogy ezt meg lehet tartani. Gondolván, hogy abban el lehet merülni. Gondolván, hogy azzal lehet azonosulni. Igazából akkor érsz meg a gyakorlatra, amikor azt látod, hogy képes vagy rá belül, de egyedül nem megy kívül. És ekkor tudsz társulni, de a társulásban teszel erőfeszítést. Ekkor teszed a dolgodat, és segítesz másoknak is tenni a dolgát. Nem várod el, hogy mások helyetted megtegyék, te segítesz másoknak, hogy ők is eljussanak a felismerésig. Tehát ez az emberi kapcsolatokban, az élet működéseiben nagyon tiszta. Miért? Egy adott folyamatot megnézel, milyen irányba megy. Szenvedést teremt, vagy boldogságot teremt? Megszabadulást teremt, vagy újabb ragaszkodást teremt? És ehhez kell igazán őszintén belátni ezeket a folyamatokat, szembenézni azokkal a szokásrendszerekkel, amiket visszünk magunkkal, mert amit te magadnak gondolsz és azonosulsz vele, azt a személyiséget fogod továbbvinni. Amit pedig ebbe az inkarnációba behoztál, az az összes azonosulásod gyűjteménye, amikor szépen meghúztad a vészféket, és azt mondtad, hogy most irány a következő test. Tehát ez egy nagyon fontos mozdulat, hogy ne azonosulj a karmáddal, de vállalj teljes felelősséget a karmádért, és teljes szabadsággal teremtsd a karmádat, illetve bontsd le azt, amit nem szeretnél. Úgyhogy ez egy nagyon kreatív munka, nagyon komoly, hosszú távú következményei vannak, akár elvégzi az ember, akár nem. Úgyhogy teljesen a te döntésed, hogy a lelkeddel mit teszel, hogy milyen szellemi úton haladsz, de a mostani állapotod korábbi döntéseid következménye, a következő állapotod pedig mostani döntéseid következménye lesz. Ezzel kell csak szembenézni. Ez éppen elég. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a teljes szabadulás önmagamtól? Most mit csinálsz? Kérdezek. Ez szabadság vagy kötöttség? Kötöttség. Akkor nem kell kérdezni. Akkor megszabadulsz? Nem. Na látod. Tehát ha ragaszkodsz a gondolkodáshoz, az a ragaszkodás már kötöttséget teremt. Ha megszabadulsz a gondolkodástól, akkor ragaszkodhatsz az ürességhez, akkor nem tudsz gondolkodni. Tehát mindig, minden pillanatban helyes helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés. Ahol te és a világ nem különbözteted meg magadat alapjaiban. De te vagy, a másik ember a másik ember. Ez egy bot. Sok embernek tetszett az előadás előtt, ezt úgy hívjuk, hogy zen bot. Ha az ember úgy megszokja, hogy a kezében tartja, akkor ez a ragaszkodás problémákat szülhet. Például, amikor teát szeretnék inni. Hát ha tartom a botot ilyen erőteljesen, akkor nem tudom fölvenni a csészét a kezembe. Ez a ragaszkodás akár a kérdéshez, akár a válaszhoz, az énhez, a máshoz, a nem énhez, a léthez, a nem léthez, bármiféle azonosulás vagy ragaszkodás a tudat kötöttségét eredményezi. Megkötöd magadat az adott jelenséghez, vagy egy jelenség hiányához. Na, hogyha egy idő után, hogyha sokat recitálod a szívszutrát, akkor eléred azt, amiről azt mondjuk hibásan, hogy üresség. Az üresség már egy fogalom. De amikor a gondolat, a gondolkodás folyamata eltűnik egy picit, akkor a tudat visszalép a gondolkodás elé tapasztalatilag. Nem elméletben, ezt elméletben nem tudod legyártani. Mert a zéró is egy szám. A tartalom nélküli gondolat is gondolat. Tehát a nihil azért nem nihil, mert N-I-H-I-L
fonémákból szépen összeáll, és van egy zéró értékű fogalmad. Ha ehhez ragaszkodsz, akkor a következő történik, megtanultam letenni a botot, de nem vagyok hajlandó megfogni a kezemmel semmit, mert ragaszkodom a szabadsághoz, nehogy már ragaszkodjam valamihez. Csak azt nem veszem észre, hogy a szabadságomhoz ragaszkodni, és ugyanúgy nem tudom megfogni a csészét. Szomjas vagyok, szeretnék inni, de nem tudom megfogni, nem merek kötődni, nem merek kapcsolatot teremteni, nem merek felelősséget vállalni, nem merek beleállni semmilyen helyzetbe, nehogy elveszítsem a szabadságomat. És hogyha az ürességhez ilyen módon ragaszkodom, a szabadság hamis eszményéhez ilyen módon ragaszkodom, ugyanúgy nem tudok csinálni semmit, nem tudok megoldani problémákat, nem tudok elvállalni élethelyzeteket, nem tudok 5-ről 6-ra jutni, mint hogyha egy adott tárgyhoz ragaszkodtam volna. Tehát a formához való ragaszkodás ugyanolyan hiba, mint az ürességhez való ragaszkodás, a szabadsághoz való ragaszkodás ugyanolyan hiba, mint a kötöttséghez való ragaszkodás. Tehát, ha szomjas vagy, így áll. Ha telefonálni kell, vedd a kezedbe a telefont. Ha valaki másnak kell egy pohár víz, akkor töltsd ki és add oda neki. Mennyi idősnek kell lenni ahhoz, hogy valaki ezt a szemléletet magáévá tudja tenni? Mikor visszük az almát a piacra? Hány hetesen vagy hónaposan? Hát amikor megérik. Na látod. Tehát, hogy egy gyerek lehet olyan érett, hogy ezt esetleg megérti? Hát, hogyha a gyerekre úgy gondolsz, hogy mondjuk fizikai kor... Most konkrétan igen, tehát mint fizikai... Akkor még nem tudtuk meg, hogy a lelke milyen idős. Uh-huh. Hát vannak olyan idős lelkek, hogy 12 évesen megszólal, és egy 60-70 éves hang jön ki belőle. És vannak életük végig infantilis emberek, akik már teljesen fizikailag megöregedtek, a lelkük érettsége még mindig nem érte el azt, hogy egy mélyebb tant elsajátítsanak. Tehát milyen idős a lélek? Milyen érett a lélek? És ez az, ami dönt, és nem az, hogy fizikailag pontosan most hol tart az adott inkarnációban. Ehhez azért még hozzáteszem, hogyha például kiskorú szeretne 5 fogadalmat tenni, azt szülői engedéllyel teszi. Tehát azért ezt felismerjük és tartjuk. De hogyha a szülői engedéllyel, vagy ezt egy 9 éves kislány megtette, teljes lótuszban végigül egy meditációs szakaszt, és jön énekelni, és csillogó szemmel recitálja a szívszutrát 2 nyelven, aztán a nagy Dánandit, ugye szanszkrit koreaiul, nem fogjuk azt mondani, hogy te kicsi vagy. Nem. Pont erre érett. Nézd meg, amikor a gyermekek föltesznek kérdéseket, valami egész máshonnan jön, mint amikor a felnőttek tesznek föl kérdéseket. És a legnagyobb tragédia az, amikor ezeket a kérdéseket nem tudjuk kellő mélységben megválaszolni, mert mi magunk sem foglalkoztunk ezekkel. Úgyhogy egy gyermeknek a szellemi érdeklődését igazi, helyes válaszokkal jutalmazni, az egy nagyon nagy feladat, mert mi magunknak is el kell végezni ezt a munkát belül. Tehát vagy egy külső gyerek, vagy egy belső gyermek, de mindenképp megtanít arra, hogy mit jelent az, hogy szellemi érés, hogy az élet mélyét meglátni, vagy egy olyan szemléletet elsajátítani, amely életen és halálon túl van. Tehát komoly, gyakorló szülők mondják meg, hogy az egyik legkatartikusabb élmény az a gyerek születése volt, mert abban a pillanatban látta meg saját halálát a gyermek születésében, hogy ez elkerülhetetlenül be fog következni. És hogy sejtszinten, tapasztalati szinten tudja úgy, hogy még itt van a testben, csak azért, mert végigélte a saját gyereke születését. Ha ez nem érint meg, és nem tesz éretté, akkor semmi. Miért van az, hogy nehezen tudom letenni azt, hogy azzal foglalkozzak, hogy mások mit gondolnak? Mert ezt az egyet nem tudom letenni még mindig. Ha belül megnézed azt, hogy ki az, akit Móninak hívsz, akkor milyen én kép jön elő? Na ezért. Ezért. Hát amikor rommá lövöd magadat a saját véleményeiddel, akkor mindig kívülről várod azt, hogy valaki jobb véleménnyel legyen magadról, mint te saját magad. Ez nem fog bekövetkezni. Sőt, a világ rútul kihasználja, hogy romokban hever az önképed.
Tehát tessék szíves visszatérni egy olyan tudathoz, amelyik tisztán lát a szemével, tisztán hall a fülével, tisztán érez a szívével, tisztán gondolkodik a tudatával, és nem kavarja össze a viszonyokat maga és a másik ember emberek között. És így a világot is tisztán látod magaddal együtt és a többi emberrel együtt. Nincs szükség se a saját, se mások véleményére. Az állandó véleményalkotásból csak az egóképed lesz erősebb, de az önbizalmad nem. Ugye érzed a különbséget? Hogy egy legyártott önkép és az önbizalom, ezek fordítottan arányosak. Tehát ha igazából önbizalmad van, az azt jelenti, hogy nincs véleményed magadról és másokról, csak azt látod, hogy ezt most meg tudom tenni, ezen most túljutok, ezt most megcsinálom. És mindegy az, hogy mit gondolsz magadról, mert az ok és okozat fogja majd eldönteni azt, hogy valójában mit teszel, nem az, hogy mit gondolsz róla. Tehát engedd, hogy a tiszta irányvételed és az életednek a vitele az legyen valami, és nem pedig a magadról alkotott kép, vagy mások rólad alkotott képe. Ezek mind-mind pótcselekvések. Ezek mind-mind pótszerek. És ezért kell olyan emberekkel lenni, akikben bízol. Ezért kell olyant cselekedni, amiben okod van hinni, és ezért érdemes bátornak lenni, hogy ezeket végig tud vinni. És hogyha ez a három megvan, akkor teljesen mindegy, hogy magadról mit gondolsz, mások mit gondolnak rólad, mert a cselekedeteid, a beszéded, a gondolkodásod és az érzelmed, ezek döntenek, primér módon. És ha ezek egy irányban tartanak, akkor érzed belül, hogy te egyben vagy. És nem széttartasz, és nem szétesel, és szétforgácsolod magad. Úgyhogy a kérdés azért gyönyörű, mert mindannyian valamilyen önképet viselünk pajsként, hogy na, ez én vagyok, lehet vele küzdeni, vagy lehet őt szeretni. És enélkül az önkép nélkül általában nem tudunk élni, mert mindig definiáljuk magunkat. Holott itt, most, ebben a pillanatban mit teszel, mit szólsz, mit érzel, mit gondolsz, ez vagy. Az, hogy te magadról milyen képet alkotsz, és milyen maszkírt teszel a kis tükröd előtt, teljesen mindegy. Hogy mások mit dobálnak rád, vagy mit szednek le rólad, az is teljesen mindegy. Mi történik valójában? Mit cselekszel valójában? Mi az eredménye az életednek? Kinek segítettél? Kitől mit fogadtál el? Mit viseltél el? Mit adtál? Ezek sokkal, de sokkal súlyosabbak, mint az, hogy kinek milyen véleménye van. Az a kérdésem, hogy mi a buddhizmus lényege? Honnan jött a kérdésed? Hát, próbáltam letenni, de folyamatosan visszajött valahonnan. Honnan, ezt nem tudom. Na, ez a törekvés a buddhizmus lényege. Tehát amikor törekszel, 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 előbb-utóbb az irányvétel is letisztul, és utána szépen mutatkoznak az eredmények, de főleg úgy, hogy mi az, amiben már nem hiszel, és milyen új dolgok jelentek meg, mint ideálok. Egy olyasféle letisztulásban, amit egyre kevésbé tudsz fogalmak és határok közé szorítani, de az életed leegyszerűsödik. Tehát nem tudom elmondani neked a buddhizmus lényegét, mert nem lehet. Nem lehet szavakba fogni, nem lehet formába önteni. De az, ahonnan jön a kérdésed, az az erőfeszítés, hogy megtaláljuk igazi önvalónkat, hogy felébredjünk a saját és mások káprázataiból, ez már úgy fogalmi szinten közel jár. De aki azt hiszi, hogy ezt szavakba lehet foglalni, az csalódni fog, először a szavakban, aztán saját magában. Tehát ezért kell nagyon óvatosnak lenni, hogyha teljes értékű mondatot szeretnénk megfogalmazni, akkor lássuk azt, hogy a szóbeli kijelentés sosem lesz teljes értékű, mint ahogy a legjobb szakácskönyv sem lesz az étel. Tehát tapasztald meg igazi önvalódat, és ez a tapasztalat lesz majd a lényeg. Vigyázzunk ezzel, mert a lényeggel, hogyha túl messzire megyünk, hogy meg akarjuk különböztetni a jelenségtől, akkor ez körülbelül olyan, mint hogyha állandóan 100%-os alkoholt szeretnénk inni. Már elég baj van a 40%-ossal is, érted? De a 100-assal kész, vége. Nagyon hamar elpusztulsz. Tehát ne akarjunk ugyannyira lényegre törekedni, hogy elsajátító, extraktív, kivonó módon szeressük ezt, hanem sokkal egyszerűbben, az intellektust meghaladva térjünk vissza egy olyan tudathoz, amely egyé válik a világgal, egyaránt segít másokon és magán,
és ezzel lesz az élete egyszerű és tiszta és együttérző. És ki tudtuk venni a lényeg és jelenség dualitását, ki tudtuk venni azt, hogy van lényege és nincs lényege. Ez olyan, mint a törteknél az egyszerűsítés. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat tudsz rajta egyszerűsíteni, gyönyörűen látható az egész arányosság. És itt is ez van. Tehát, hogyha kiveszed a paradoxonokból azt az energiát, hogy állandóan egymás ellen feszülő fogalmakkal kelljen foglalkozni, akkor megvalósítod azt a nézőpontot, hogy látod, hogy te meg tudod teremteni az adott minőséget és annak az ellentétét is. Most mit szeretnél? Lényegtelen buddhizmust vagy lényegest? Kerek csokoládét vagy szögletes csokoládét? Nem, el kéne menni a csoki gyárba. És a csoki gyárat megtapasztalni és megtanulni, milyen az igazgatónak lenni. Ahhoz először csomagot kell hordani, keverni a masszát, különböző műveleteket végezni, és szép lassan elérkezel az igazgatói székbe. Úgyhogy meg kell látni azt, hogy a tudatot hogy teremti meg a lényeg és lényegtelenség fogalmát, az elégtelen és az elégséges fogalmát, és akkor teljesen más, azt hiszem egy érettebb és egyszerűbb módon tudsz haladni az úton. Jó? Egyéb kérdés? Igen, az érdekelne, hogy az ego és az önvaló között. Tehát engem mindig foglalkoztat az, hogy hol van ez a vékony határ, mert hogy annyira elmosódik időnként, hogy mi az önvaló és mi az ego. Tehát amikor én segítek másnak, ugye, mert hogy ezért születünk, hogy egymást segítsük részben, és hogy mikor teszi az ego, és mikor az önvaló. Tehát mert hogy nekem ez így sokszor elmosódik a kettő. Hát látod, ezzel nem vagy egyedül. Ez nagyon sokunknál elmosódik, és megint csak nem szeretnék olyan szóbeli definíciókba bonyolódni, hogy most definiálom neked az igazi önvalónkat, aztán definiálom az egónkat, és ezzel hazamész, és elvárom, hogy tudjad, és boldog legyél tőle. Ez nem így megy. Ez úgy megy, hogy azt látjuk, hogy mindenki rendelkezik valamilyen önképpel. Ez rendben van. Ezzel nincs gond. Csak mennyire látod ennek az önképnek a transzparens, relatív általad teremtett voltát? Ez a kérdés, hogy nem abszolút értékűnek veszed. Hogy ez én vagyok, és ez nem változik, és kész. Tehát ez az abszolút értékűnek kikiáltott valami, vagy valaki, és ez nagyon távol áll igazi önvalónk tapasztalatától. Na most minél távolabb áll az önképed és az önvalód egymástól, annál nagyobbat szenvedsz, és annál nagyobbat szenvedtetsz. Ennyi elég. Ha ezt megnézed, azonnyomban látszik, hogy mekkora a távolság az illúzió és a valóság között. Az előzőhöz kapcsolódó, hogy tételezzük fel, hogy csupa humanitárius cselekedetet hajtok végre, az összes kóborkutyát befogadom, az összes koldusnak pénzt adok, az összes hajléktalant betakargatok, és mindenkivel nagyon empatikusan, megértően viselkedem. De magamban közben tudom, hogy én igazából tapicskolok a saját jó tetteimben, és ragaszkodom ahhoz, hogy én jót teszek másokkal. Mennyiben von le ez a jó tettek értékéből? Mindent elvesz belőle. Tehát ha te erre rágyártasz egyént, akkor már nem marad olyan erény, amivel ezt leszedheted magadról. Most gondold el. A másik ember szempontjából is? Tehát most csak a sajátodról beszéltünk. Okay. Tehát te világos, hogy segítesz az összes rászorulónak, emberi állat és egyéb test, de most nem arról van szó, azok boldogok, örülnek, stb. Stb. De az az erény, ami ebből számodra visszatérne energetikailag, lelkileg, tudatilag, ha te rágyártod a saját énséget, hogy de én jó vagyok, és majd leszek én még jobb is. Tehát ilyeneket, ez az én, ez tarrávágja az egészet. Tehát ne akard elsajátítani ennek a hozadékát, énesíteni, stb. Stb. Lobogtatni, felmutatni, hogy látjátok, hogy én milyen szerén vagyok? Látjátok, hogy én milyen önzetlen vagyok? Hogy én milyen éntelen vagyok? Na, ez katasztrófa. Azért túlzom el egy kicsikét, mert ezt általában legyengítettebb változatban szoktuk eljátszani, és akkor észrevesszük, hogy hát én segítek mindenkinek, de mégse szeret engem senki. Na de miért? És akkor rájövünk, hogy azon nyomban rágyártottunk egy elég rusnya nagy egoitást erre, és az meg nem tetszik, az úgy nem szimpi senkinek. Nem lehet hozzá kapcsolódni.
Nem lehet igazából megszólítani. Nem lehet társulni hozzá. És nem érzed jól magad a közelében. Jó? Tehát ezért kell, hogy igen, az a fontos, hogy azt a kutyát sikerült megmenteni. Ennek a koldusnak sikerült adni. És nem gondolok róla semmit. Se jót, se rosszat. Tehát Cungcsán Szugyimot, eredeti tanítónkat megkérdezték, hogy hát annyi koldus van konkrétan egy indiai út után. Hát azt próbáld meg ugye, összes koldusnak adni legalább egy ilyen kis részpénzt. Hát nincs ez a Bill Gates-i vagyon, amik ezt tudná. Tehát hogyan döntöm el? Melyiknek adjak, melyiknek ne? És hogy érezzem magam azután, hogy nem adtam 20 gyereknek, de kettőnek meg igen? És akkor nagymester azt mondta, hogy ha adsz, akkor adsz. Ha nem adsz, akkor nem adsz, de ne gondolkodj róla. Oké? Okay? Azt mondtad, hogy a tanítások azok tudattól tudatig, és a tanító tapasztalatai alapján történnek, hogy... Tanító tapasztalataival kicsit vigyáznék, az már egy kicsit kapcsolódik így a tanítvány tapasztalataihoz is, de alapvetően helyes, amit kérdezel, fejezd be a kérdést, légy szíves. A kérdésem az, hogy ugye a zen tanítók azok általában cölibátusban élnek. Nem. Nem. A szerzetesek. Szerzetesek. És a szerzetesnők. De van egy rakásvilági tanító, aki ilyen szép hajzattal és világi egzisztenciával bír, és hát ők nem élnek cölibátusban. Igen. Ezzel kapcsolatban ugye a párkapcsolati problémákkal, azoknak feldolgozásával. Hogy... És engem kérdezel erről. Igen. Hát azért. Előző életemből vegyem a példákat? Vagy hogy legyen? Én nem értek hozzá. Tibor, konkrétan mi a kérdésed? A konkrét kérdés az az, hogy egy a saját tapasztalatom, hogy elindulva egy úton a saját párkapcsolatomat gyakorlatilag szétromboltam, vagy szétment, és hogy ebbe felmerült az is, hogy esetleg és későbbi párkapcsolatoknál mennyire kell arra odafigyelnem, hogy egy hasonló úton járót keressek, vagy fogadjak, vagy hogy zárjam le az előző kapcsolatot. Kezdjük a végénél. Az előző kapcsolatot hálával és köszönettel le kell zárni. Mással nem érdemes, mert akkor nem zártad le. Tehát csak hálával és köszönettel tudod lezárni. Ha bármi egyéb minőséget benne hagysz a búcsúzásban, akkor ez egy újabb ciklusnak a kezdete. Megköszönöd azt, amit adhattál és kaphattál, és ennyi. És azért van vége többek közt, mert az irányvétel már nem egyezik. És hogyha az irányvétel már nem egyezik, nincs meg az a közös bizalom, ami alapján egymás erényeit és hibáit el tudnátok fogadni. Mert egymás erényeinek is az elfogadása néha nagyon kemény mesterség. Tehát ha nincs meg a közös szellemi irányvétel, akkor a közös jövőkép sincs meg. És ezért csodálkoznak néha ilyen középkorú párok, hogy megvan a lakás, kocsi, nyaraló, stb. És 45 éves korunkban úgy elváltunk, mint a pinty. És magunk se tudjuk, hogy miért. És ezért kell nagyon körülnézni, hogy a lelkek merre felé tartanak. Hogy el tudom-e vállalni a másikat, vagy sem. Erényeivel és hibáival együtt hiszek-e benne, vagy sem. És hogyha megváltozik az önkép, a világkép, a szellemi ideál, nagyon gyakran, ha nem tudnak együtt tangózni, együtt táncolni, együtt mozdulni ebbe az irányba, akkor sajnos ez a kapcsolat bomlásával jár. És nincs jobb hírem akkor sem, hogyha mondjuk egy adott szangából gyönyörű, hasonló szellemi irányvétellel rendelkező párt találsz, mert akkor meg állandóan azon vitatkoztok, hogy na, hát akkor most tényleg ez a zen, vagy sem? Hogy a te zened és az én zenem az mekkora? És hogyan viszonyul egymáshoz? És hogy melyik van egymás fölött? Tehát ez így nem jó, hogyha megnézed, ez sem életbiztosítás, vagy egyfajta kapcsolati ugye, biztosíték arra, hogy ez így most jó lesz. Tehát azt kéne meglátni, hogy ez a biztosíték, vagy ennek a hiánya nem kívül van.
Tehát mennyire autonóm a két személyiség? Mennyire támaszkodik egyik a másikra? Mennyire kiegyenlítettek az energiaviszonyok? Mennyire von el az egyik a másiktól, a másik pedig állandóan csak ad? Tehát máshonnan fognám meg a problémát, onnan, hogy a lelkek mennyire érettek, mennyire bíznak egymásban, mennyire tudják egymás hibáit és erényeit elfogadni, és mennyire tudnak éntelenedni a kapcsolatban. Mert ez az igazi. Tehát te pontosan annyira vagy önzetlen, mint a másik, nem érzed magad kiszolgáltatottnak vagy áldozatnak. Tehát, hogy a másik fenntartja a pajzsát, te pedig ott teljesen védtelenül ott vagy, és egy szívem is már le is döfött. És amikor vérzel, akkor oda megy hozzá, és azt mondja, de én szeretlek. Így? Igen. Hát ebbe én belehalok. És nem esik jól? Tehát vigyázzunk ezzel. Nézzük meg, hogy pontosan miről szól a kapcsolat maga, és ne próbáljuk meg a paramétereket így kívül megkeresni, vagy externalizálni azokat a dolgokat, amelyek valójában csak a lélek mélyén és a társas kapcsolatban válnak nyilvánvalóvá. Tehát magunkban válnak ezek nyilvánvalóvá, és amennyire megismered magadban ezeket a lélek mozgatókat, annyiban láthatod meg a másikban is. Ez is egy elég súlyos egyenlet. Tehát, hogyha magadat nem ismered, akkor a másikat se fogod, mert amit magadban nem látsz meg, azt a másikban sem fogod meglátni. Ezért érdemes a meditáció vagy egyéb ilyen benső utak által egy nagyon komoly tisztánlátást elérni, mert ez az a minőség, amit aztán a másikban is felfedezhetsz. És amit magadban nem fedeztél föl, mert magad elől erre kezdted, és hogy ezt nem akarom látni, ez a karma, ez nem én vagyok, és ezt én nem csináltam, és nem is gondoltam ezt, amikor itt takargatsz, akkor a másik lelkében is eltakarod ezeket a dolgokat, nem vagy hajlandó látni. Tehát mi történik azzal, akit úgy érzi, hogy állandóan hazudik neki a világ, állandóan megcsalják, állandóan félrevezetik. Nézd meg, hogy te hol hazudsz magadnak, hol vezeted félre magad, hol alakult ki teljesen hamis kép benned. És ezek nagyon össze fognak függni, hogy az élet mely területén csap beléd a világ hatalmas villámszóróval, és te hol maradtál el a saját önismeretedben, azzal a fajta dologgal nem néztél szembe. Említetted az elfogadást. Én azt szeretném kérdezni, hogy mi az az elfogadás? Én elfogadtam most a kérdésedet, hogy föltetted. Megértettem és meghallottam. Ez elég, mint elfogadás? Ugye, hogy nem. Tehát az elfogadás az elsősorban a tisztánlátás és a szembenézés, és a másiknak a tudomásul vétele. Tehát megmerem látni, hogy a másik ember ki és mi. Azt is, hogy kinek és minek tartja magát. Ez általában nem egyezik a kettő, hogy én milyennek látom, és ő milyennek látja saját magát. És ennek a különbségnek az elfogadása is nagyon fontos. Az elfogadásban óriási erő van. Az elfogadás a gravitációnak, a személy közötti vonzásnak az első és talán legfontosabb lépése. Tehát ha nem fogadod el a másikat, ha nem veszed tudomásul, ha nem látod meg, akkor előbb-utóbb téged sem fognak elfogadni, meglátni, és valamilyen értelmes módon viszonyulni hozzád, az sem lesz. Az elfogadás az nem a vége, az a kezdete. És utána szépen megnézed, hogy ezekből az elfogadott, tudomásul vett, meglátott dolgokból miket szeretnél továbbvinni magadban, és miket engedsz meg a másiknak, hogy tovább vigye az adott kapcsolatban. És azt mondhatod az elfogadás állapotából, hogy ezt a jövőben, amit most megláttam, és a másikból tudomásul vettem, ezt nem fogom tűrni, nem fogom elviselni. És elsősorban nem a magam komfortjáért, az övéért, mert látom, hogy hova viszi. És azt mondod neki, hogy a saját érdekedben ezt nem fogom belőled elfogadni. Ez persze egy sokkal lassúbb és sokkal nyugodtabb folyamat, ezt nem egy ex-katedra egy este kijelented, akkor eltűnnek a konyhakések a fiókból, tehát az úgy nem jó. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy ennek az irányát lásd, hogy az elfogadás mifelé vezet, és az elfogadás hiánya, vagy egy adott résznek a tudatos kirekesztése pontosan hová vezet. Nagyon-nagyon ébresztő az, amikor azt mondod valakinek, hogy belőled ezt nem fogadom el. És miért? Mert szeretlek, azért nem. Jó?
Egyéb kérdés? Tehát, ha én nem fogadom el a másikban azt, amit tudom, hogy benne rossz. Nem. Ohohoho, világos. Itt van. Találkoztunk a rosszal, azzal a csúnya, borzalmatos rosszal, amivel tudjuk, hogy micsoda? Nem. Meg lehet nevezni. Tehát amit én rossznak látok. Pont. Azaz, amit te rossznak látsz, és amit a másik pedig esetleg jónak lát. Tehát nem megint gondolom, csak ne rosszban és látja. Jóban szeressünk gondolkodni, mert állandóan egymásnak fogunk menni. Ezt több ezer éve játsszuk, mint emberek, és felesleges. Most haltak meg nagyon sokan hirtelen egyszerre Párizsban azért, mert valakik nagyon rossznak láttak dolgokat, és ez ettől nem voltak hajlandók lemondani arról, hogy ez egy abszolút helyett relatív fogalom. Tehát más látsz jónak és rossznak te, mint itt bárki a teremben. Inkább nézzük meg, hogy valójában az ok és okozat folyamata merre viszi azt az embert, aki azt az adott tulajdonságot dédelgeti magában és azonosul vele. Most én konkrétan egy szenvedélybetegségre gondolok, egy alkoholizmusra. Tehát ebben az esetben, ha az az ember, akit én szeretek, mert közel áll hozzám, és szenvedélybeteg, és tehát én azt mondom, hogy elfogadom ezt a dolgot, akkor gyakorlatilag őt magára hagyom az alkoholizmusával? Nem. Egyáltalán nem. Elfogadod, mint tényt, de mint jövőképet nem vagy hajlandó belemenni, és azt mondod, hogy szívem, elmegyünk a különböző a rendezményekre, találunk egy patronus neked, találunk valamit, miért? Mert amennyire szeretlek és te engem, ez az életvitel romboló. És ne csak magára gondoljon, mert egy alkoholistának a párja is az, csak passzívan. És a családja is az, csak passzívan. Tehát ez nem áll meg itt a szenvedélybetegnél, ez terjed, mint a ragálya a saját környezetére, és viszont kell, hogy lássa, és a legjobb hely, ahol ezt viszont láthatja, az az elvonó. Ha már odáig jutott. Hát, tudod? Abba az esetben hazugivó és saját magának sem ismeri be, hogy alkoholista. Nézd, itt nagyon sok lépés van, és tudok egy profit közvetlen környezetemben, aki ezt oly mértékben tudta, és tudja a mai napig, hogy nagyon szakszerű segítséget tud adni. De egy biztos, ennek az egésznek a folyamata egy fordított harangszerű görbe. És a legelején van ez a kis szociális ivás, ami még tényleg semmi. Tényleg apróság, és tényleg alkalomszerű, és társaságfüggő, és nem megy be a kocsmába saját maga, nem is gondol rá. És szépen, ahogy az ízvilághoz, a lelki világhoz, a különböző tudatállapotok elkezdenek csatlakozni, az azonosulások, ragaszkodások, vágy energiája szépen viszi egyre lejjebb, egyre komolyabb ragaszkodás van, egyre inkább már önmagában is, már hétköznap is, már délelőtt is, aztán elkezd leszakadni a saját mátrixáról, elkezdi elveszíteni a kapcsolatait, a munkáját, a satöbbit, és egyre inkább ebben a már nagyon magányos, szenvedélybeteg világban van, és akkor elindul az a fizikai leépülés, aminek egy bizonyos pontján vagy azt mondja, hogy elég volt, eleget szenvedtem, és ezt nem így mondja, aki csak egyszerűen leteszi a poharat, és azt mondja, hogy már annyira undorodik mindentől, magától, a világtól, a piától, mindentől, hogy most már nem bírja, tehát nem bírja magát az alkot. Nem a világot nem bírja, nem a saját lelkét nem bírja, az egészet nem bírja úgy, ahogy van. És hogy ez meg elér egy kritikus tömeget, akkor kezd a harangból így fölfelé jönni, de ez a halálhoz nagyon közel van. Tehát gyakorlatilag egy nulla és egy, az utolsó pohár, vagy leteszi. Ha megissza, meghal. Ha leteszi, túléli. Tehát idáig el lehet vinni, sőt a legtöbben el is viszik. És akik szépen elkezdenek kijönni, maguk se fogják megmondani neked, nem lehet tisztán megmondani, hogy miért jött ki belőle, mert nem racionális az ok, hanem volt valami, ami megállította. És erre mondja az A 12 lépés, hogy van nálam valami nagyobb. És persze ehhez nyugaton tesznek egy Isten fogalmat, egy vallást, egy egyebet, de nem szükségszerű. Aki akarja, megteheti. Én szándékosan nem rakok rá semmiféle buddhista felhangot, meghagyom annak az embernek, aki ezen keresztül ment, hogy ezt ő tapasztalja, és ha akarja, ő öntse szavakba. És szépen elkezd kifelőni, mert egyszerűen elég volt. És ahogy jön kifelé, úgy alakítja újra magát, és egy új ember fog kijönni belőle,
az összes régi mítosz, ami a pokolba való alászállás és az új ember megjelenését ugye írja le, az ezzel paralel. Úgyhogy, ha segíted őt ebben, még az alászállásban is, mert amíg ő neki nem elég, addig rombolni fog téged is, magát is. Tehát, hogy juttasd el az elégségesig. És utána szépen ki lehet hozni belőle, ha túléli. De nem veheted el a karmáját. Nem lehetsz az ura. Mert le fog téged taszítani a trónról, és megint az alkohol teszi meg az urának. Azt kell tudnia, hogy mindig ő dönt. Hogyha halálba megy, akkor is ő dönt. Mert ez a döntésképesség, ez a tudatosság fogja később visszaadni, ha visszaadja azt, hogy a harangnak már szépen fölfelé jön azon a szárán. Nem veheted el a döntési jogát, csak tudatosíthatod, hogy ő dönt. És nagyon sokáig az alkoholbetegség fog dönteni, a szenvedélybetegség fog dönteni, és nem ő, mert azonosul vele. De amikor egyszer, csak egyszer kimondja százasba, hogy elég volt, akkor választódik le róla. Akkor szűnik meg az azonosulás. Utána már csak a szokásokat kell leküzdeni, ez még több év. És aki végigment rajta, az tudja, hogy még mindig szenvedélybeteg. Tehát úgy szenvedélybeteg, hogy nem iszik. És ez így marad. És ezzel együtt kell élni. Tehát ez az a paradox, a sok-sok paradox közül, ami a saját feszültségével tovább fogja vinni a helyes irányba, hogy ez a szenvedélybetegség, ez nem fog megszűnni, csak nem iszik. Úgy érzem, hogy túl sokat gondolkodom. Tehát, hogy van, amikor saját magamnak ellentmondó gondolatok is jönnek, és ez ilyen stresszt okoz. Neked is? Jaj, te! Ez az emberi élet, hát ez valami. Ez az intelligencia. Na, folytasd! És hát akkor mindenki így van, tehát, hogy szeretnék elcsendesedni. Milyen az a tudat, amelyiknek nem számít, hogy gondolkodik-e vagy sem? Nem számít, hogy zaj van, vagy csend. Amelyik nyugodt tud maradni akkor is, ha kívül nyugalom van, és akkor is, hogyha óriási káosz van. Akkor is, hogyha belül 100 000 hang ordít, vagy belül teljes csend van. Néha a legfélelmetesebb dolog az, hogy Úristen, megszűnt a zaj. Most mi van? Most én hol vagyok? Hogy nem gondolom magam újra állandó jelleggel. Ez annyira félelmetes, hogy nem is merünk megmaradni ebben az állapotban sokáig, még ha elérjük, akkor sem. Tehát az a fontos, hogy nézd meg a következő lépést, hogy miért csinálod ezt. Ha igazán megtapasztaljuk a nem keletkező, nem szűnő, nem forma, nem üresség, nem én, nem világ állapotát, ez a zen körön a 180 fok, akkor hogyan lépsz tovább? Mi az, ami tovább visz? És ekkor van a motivációnak, a fogadalmaknak, a bódhiszattva magatartásnak óriási jelentősége. De fedezd föl te saját magad, hogy mire szeretnéd ezt az állapotot használni. És természetes módon megvalósul. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha a fogalmazás módomat megváltoztatom, az vonhatja-e magával a tudatállapotom megváltoztatását? Egy kicsit, de nem nagyon. Tehát látsz olyan buddhistákat, ők annyira mesterien tudnak fogalmazni, hogy egy darab én nem fordul elő a mondataikban. Ettől még olyan önzők, hogy az borzasztó. De ha mondjuk ezt, mondjuk igen, tehát ilyenre gondolok, hogyha ezt az abszolút kijelentéseket átváltoztatom relatívra, hogy nem ahelyett, hogy azt mondom, hogy ez rossz, azt mondom, hogy rossznak gondolom. Tehát, mondom, valamennyit segít, de a mélytudati archetípusokat ez nem változtatja meg, ez nem elég. Tehát újra tudod fogalmazni a véleményedet, relativizálni tudod egy kicsit a hozzáállásodat, de ez a mélytudati dolgokat nem változtatja meg. Nagyon-nagyon nem megy mélyre. Jó? Ezért kell sokat mantrázni. A zen buddhizmus mit tart azokról a tulajdonságokról, isteni tulajdonságokról, mint a hatalom, a gazdagság, a szépség, a erő, bölcsesség, lemondás, tehát ez persze felsoroltam egy párt, mondjuk engem hatalom érdekel leginkább, hogy erről, mint isteni tulajdonságról a zen buddhizmus mit tart. A zenben bármiféle tulajdonságnak, minőségnek az eredetét és működését kutatjuk. Nem véleményezzük ezeket önmagukban. Miért? Mert működésüket tekintve teljesen azon a tudaton múlik, amely működteti ezeket.
Tehát a hatalom önmagában nem jó vagy rossz, nem isteni vagy emberi, evilági vagy túlvilági. Azon a tudaton múlik, amely gyakorolja ezt a hatalmat. És az összes többi, amit kérdeztél, ugyanerre a strófra jár. Tehát honnan jönnek ezek a minőségek, mi vagy ki az, ami ezt éppen látja, hová tűnnek, hogyan bomlanak le, ha működtetjük őket, milyen irányban tesszük, milyen következményei vannak. És ezt a közelítést sokkal kreatívabbnak, praktikusabbnak tartom, mint az, hogy véleményt mondjak róluk. A mai világunkban sokakban erőteljesen ott van ez a para az időtől, a rohanó rohanás, tehát hogy így nincs időnk erre-arra. És most így hamarosan megkezdődik a téli elvonulás a templomban, Esztergomban, és ezzel kapcsolatosan szeretnék kérdezni, hogy van-e annak valami javasolt ideje, hogy mennyi időt érdemes azzal eltölteni, hogy keressük azt a bizonyos nem keletkezett, nem születettet és nem elpusztulót, ahhoz, hogy ezt így meg tudjuk, hogy némileg a hétköznapi életben is kicsit így kamatoztatni. Mennyire szeretnél az illúzióktól, a szenvedéstől és a dualitástól megszabadulni? Minden azon múlik, hogy mit szeretnél. Tehát ha szeretnél a tudatodon dolgozni, ha szeretnél egy egységes, tiszta tudatot elérni, akkor a szándékod mértékében szakíts erre időt. Ha csak kicsit szeretnél, akkor csak kicsi időt szakíts erre. Nehogy sokat, mert úgy érzed, hogy valaki egyéb döntött helyetted. Ha pedig nagyon sokat szeretnél, akkor rendezd úgy az életedet, hogy esetleg a teljes 3 hónapot is meg tud csinálni. És van egy ilyen szám esetleg, hogy miért pont 3 hónap? Van. Ez a Buddha idejéből származik. Ott 3 hónapos volt az esős évszak, mai napig Indiában, és a nyári 90 naposok voltak azok, amelyekkel kezdtek. A 90 napos elvonulás, ez a befelé fordulásnak és a benső letisztulásnak egyben a szangával való nagyon szoros együttműködésnek az ideje. A téli Pajcsang zenmester idejében, a Tang dinasztiában olyan 800 körül Krisztus után jött Kínában, egyszerűen annyi volt a szerzetes meg a szerzetesnő, hogy szükséges volt több gyakorlatot előírni ahhoz, hogy ez a számban nagyobb társadalom minőségében is jobban működjön, ne csak mennyiségében legyen több. És ekkor jött a téli hozzá. Ekkor alakult ki az, amelyet már Koreában ugye láthatsz, és a mai napi Korea az egyetlen egy olyan buddhista ország, ahol 90 nap téli, 90 nap nyári intenzív elvonulás megmaradt. Minden más Mahayana országban vagy egy picit megváltozott, és a jellege, a tartalma megváltozott a 90 naposoknak, és nem főleg meditációval, hanem dharma beszédekkel, értekezésekkel, egyebekkel foglalkoznak, vagy pedig egyszerűen eltűnt, és nincs, és csak rövidebb elvonulások vannak. Egyelőre csak téli van itt a Apilisben, az eredeti fénytemplomban, de hogyha kinőjük magunkat annyira, hogy a nyárit is meg tudjuk csinálni, akkor az lesz. De egyelőre a 90 napos télit csináljuk, mindig úgy, hogy a teljes december, január és február hónap. A természetben is ez a befelé fordulás, az újratermelődés ideje, és hogyha megnézed, akkor ez a te életedben is valamilyen szinten így lehet, akármennyi ideig, ezt te döntöd el. Jó? Szokások mennyi idő alatt tudnak felülíródni? Mennyire ragaszkodsz a szokásaidhoz? Vannak ilyen misztikus számok, hogy 42 nap, meg nem tudom, mit meg kell csinálni, és akkor majd akkor valami nagyon jó lesz. És a 42 nap után mi lesz? Egy nap alatt visszaszoksz az egészre. Hát ezt nem tudom. Jó. Ennyire elhivatott még nem volt. Tehát nagyon szeretnéd objektíválni ezeket, mint egyfajta letöltendő penzumot, és akkor az úgy jó van, az úgy megvan. Az a jó hírem, hogy ez sokkal hamarabb is mehet, és az a rossz hírem, hogy bármikor visszaszokhatsz rájuk. Tehát ez teljesen rajtad múlik. Nincs egy ilyen objektív dolog. Hát mennyire ragaszkodsz ezekhez a karmákhoz, mennyire vagy hajlandó elengedni ezeket a karmákat, innentől kezdve van egy relatív időtartam. Van, aki 20-30 évig tolja, és még mindig dühös. Van, aki egy darab 90 napos alatt, mint az üstökös. Aztán elliptikus pályán vissza is hullik. Tehát a lényeg az, hogy vigyázzunk ezzel, és azt hiszem, hogy inkább a folyamatos és kitartó gyakorlásra szeretnék mindenkit ösztönözni, azzal együtt, hogy az intenzív részekre is szükség van,
hogy olyan legyél, mint egy jól hangolt hangszer, nem túl feszes, nem túl laza. Ne pattanjon el a húr, de ne is legyen annyira laza, hogy ne lehessen rajta játszani egyetlen dallamot sem. Úgyhogy megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmét, azt a jelenlétet, amivel a mai estét nagyon-nagyon méltó alkalommá tettétek, és nagy szeretettel várunk mindenkit templomunkban és foglalkozásainkon egyaránt. Köszönöm a figyelmet!